valamint járvány, mint Afrikából az AIDS, vagy csak a szokásos sugárzás, vagy egy háború, az kész! Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Újra itt a Reload, és itt a Covid, és itt a válság, mindenki tud róla mindent, sőt, vannak akik még annál is többet, pontosan ezért nem akarok erről beszélni. Mindenki ismeri a történeteket egyénileg, társadalmi szinten minden, hogy mindenkit megterhel és nagyjából tönkretesz, de legalábbis bizonyos mértékben mindenképpen. És van két olyan szektorban az egész válságban, akik a leginkább megsínlették ezt az egészet. Ismerem is nagyjából mind a kettőt, az egyik a rendezvényipar, a másik pedig a vendéglátóipar. Megszűnő munkahelyek, tönkrement cégek, megszűnő egzisztenciák, mindenki ismer történeteket, akár a sajtóból, akár személyesen ismerősök révén. De még ebben a helyzetben is néha-néha felcsillan a remény. És vannak emberek, akik, más nem tudok mondani, macskavérrel bírnak, és talpra esnek mindig. Én most egy ilyen mindig talpra eső embert fogok bemutatni, aki az egyik szektorban eltöltött néhány évtizedet követően úgy gondolta, hogy amikor kilátástalannak és reménytelennek érezte a helyzetét abban a szektorban, úgy gondolta, hogy dobbantania kell, és hova máshova dobbantson, mint a másik rendkívül problémás szektorba, rendezvényszervezésből a vendéglátóiparba, és bejött neki. Kezdhetjünk? Pali Dávid vagyok, a 38 éves, másfél gyermek édesapja. 5 éve boldog házasságban élek. Szolnokon születtem egyébként, mióta az eszemet tudom, rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Ez kezdődött egészen 14 éves koromtól, ugye az iskolai bulikkal, rendezvényekkel. És ebből lett a 2020 márciusáig, egy 25 évig tartó a folyamat, aminek a végeként egy közepes méretű budapesti rendezvényhelyszínek voltam a vezetője. Ugye előtte végigjártam a ranglétrát ebben a szakmában. Kezdtem egészen az ügyfélkapcsolati vezető asszisztensi munkakörtől a végén a vezetői posztig. Majd jött a Covid. A csőd szélére kerültek, így fogalmazott egy belvárosi bisztró tulajdonosa, aki más tulajdonosokkal egyetemben elbocsátásokon és bezáráson gondolkodik. Ott számomra egyértelművé vált, hogy az állásom szűnt meg, hanem a szakmám. Tehát, hogy én akkor sejtettem, hogy ez nem néhány hónap vagy maximum fél éves leállást eredményez majd, hanem az egy picit hosszabb távú dolog lesz, és valamit ki kellett találnunk. Ráadásul olyan speciális helyzetben voltunk, hogy építkeztünk, minden megtakarításunk ebben volt, és egyik napról a másikra, március közepén megszűnt minden addigi lehetőség, hogy bevételre tegyünk szert, és ugye ki kellett találni valamit, amiből meg tudunk élni. Mindig is érdekelt a gasztronómia, tehát hogy rajongásig. Volt néhány olyan rendezvény, ami kifejezetten gasztronómiával foglalkozott. Azon rendkívül egyszerű gondolat mentén jött nekem ez a dolog, ugye a péktaxival, hogy mi az, ami még háborúban is kelleni fog. És nagyjából az a kenyérre szűkült az a kör, ami ugye nem hoz bennünket még egyszer egy ilyen helyzetbe. Az éttermesektől is sűrűn halljuk, hogy az embereknek enni kell, és azért tuti biznisz a vendéglátás, na most ez kiderült, hogy nem így van. Miért olyan fontos ez a kenyér, tessék mondani, Magyarországon vagy második? Hát azért, mert emlékül élni sajnos nem tudunk, kérem, mert ez az létfönntartás. Ha semmi nincsen, de kenyér van, akkor oké. Okay. Ez mindennapi gyereknek, fölnőttnek, betegnek, idősnek egyaránt erre szüksége van. Nagyon sok helyen ez még nem volt kapható, ez a kovászos kenyér, amivel én foglalkozok, és ekkor jött a képbe a Dávid az ő óriási nagy ötletével, hogy ezeket a kenyereket gyakorlatilag házhoz fogja vinni. Innen indult el a péktaxi, majd innen indult el a közös kapcsolatunk. Ugye az egyik szempont az volt, hogy valamiből meg kell, hogy éljünk, el kell tartani a családot. Amellett ugye egy rendkívül érdekes dolog, hogy Budapest agglomerációjában, igaz már egyre több helyen, de azért még nagyon ritka az olyan hely, ahol jó minőségű kenyeret tud napi szinten, vagy heti szinten akár egyszer vásárolni. És ugye ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy adott esetben 20-30 kilométert kell utazni ahhoz, hogy mondjuk egészséges élelmet tudjál biztosítani magadnak, meg a családodnak.
Először saját kis pékségben gondolkoztunk, én el is kezdtem az iskolát. És aztán ahogy alakult a vállalkozással kapcsolatban a gondolat, egyre inkább az körvonalazódott, hogy a gyártás ennek a folyamatnak érdemben azt a részét képviseli, ami túl nagy falat lenne. Ugye én alapvetően foglalkoztam elég sokat a büfékocsikkal. Food Truck Show nevű rendezvény első néhány éve is a nevemhez volt köthető, és ugye ismertem magát a műfaj, tehát az, hogy autóból élelmiszert értékesíteni, az hogyan tud és hogyan is működik. A saját pékség ötletéből jött az, hogy mi lenne, ha mobil megoldással minél több helyre eljutassuk a minőségi pékárut. Elmentem egy ismerősömhez, aki ilyen jellegű járművek kereskedelmével foglalkozik. Megláttam nála az első autónkat, aminek sárga volt a színe. Hát innen jött a péktaxi, kovászban utazunk története. Ugye a második lépés az a pékek meggyőzése, megkeresése. Beszéltem 3-4 pékkel, akik Magyarországon a legelismertebbek közé tartoznak, és végül a Szabia pékkel vágtunk bele. Egészen pontosan 3 hónappal ezelőtt. Imádom, tehát hogy abszolút nem is tudom, hogy miért nem ezt csináltam eddig. Maga az, hogy emberekkel foglalkozni, az mindig is közel állt hozzám, illetve az, hogy egy olyan minőséget képviselhetek, ami sokak számára új és meglepő, viszont szerencsére többen vannak azok a vásárlóink közül, akik ha megkóstolták a termékeinket, akkor soha többet nem szeretnének úgynevezett bolti kenyeret fogyasztani, amit meg is értek. Dáviddal nagyon jó együtt dolgozni, mondjuk még meg kell tanulnia megfeszített dolgozni, mint ahogy mi pékek csináljuk jó hosszú ideig, tehát a koránkelésre is egyébként rá kell, hogy szokjon most már, hogyha szeretne friss meleg pékáru érjönni. Voltak azért surlódások, hogy elkészül az áru, nem készül, sokat rendelt, nagyon sokat szeretne elvinni, nyilván nehéz vele megértetni, hogy még mindig csak két kezünk van, és próbáljuk azért növeszteni a harmadikat hozzá, de én azt gondolom, hogy egész jól haladunk a technológiával abba az irányba, hogy minél olajozottabban ki tudjuk szolgálni az autókat, és ezáltal nagyon sok emberhez tudjuk eljutatni ezt a minőségi pékárut. És ez teljesen is sokkal. Hát a jelenlegi állás alapján igen. De fogod folytatni? Hát, ha a terveinknek csak a kisebb része összejön, akkor sem. A péktaxival, akkor nem. Úgyhogy nagyjából így sikerült ez az újratöltés röviden nálam. Év végéig én azt gondolom, hogy ha tudjuk tartani azt az ütemtervet, ami megszületett fejben, akkor jövőre elmondhatjuk, hogy sikerült elindítanunk egy sikeres vállalkozást a Covid vírus közepén. A termelés az teljes egészében a Szabolcsék feladata, és aki még nekem nagyon nagy segítségem ebben a történetben, az a feleségem, aki alapvetően előtte is gasztromarketinggel foglalkozott. Zsuzsulit, azt hagyjuk, azt elengedtem. Persze, hát azért a nagyon nagy falatnak bizonyult. Tehát az, hogy heti 3 alkalommal, 6-7 órában követni, akár online is az órákat, és az tananyaggal foglalkozni, rájöttem, hogy ez nem feltétlenül kell. Próbálok minél... Hát az, hogy mint a mesében, hogy van egy saját kis pékség, és akkor oda jönnek a törzsvásárlók, és minden nap ott veszik meg a kenyerüket. De közben rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy az én világom. Tehát, hogy én szerettem volna mindig is egy ilyen kézzelfogható terméket létrehozni, nem csak szellemit, de rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy az én
világom az inkább az emberekkel való foglalkozás és a stratégia kidolgozása és az értékesítés megszervezése, mint sem, hogy a kenyérsütés. Hát ugye a Pék Taxi nevében ellentétben nem házhoz szállítással foglalkozik. Tehát a mi fő célunk az közterületeken, illetve piacokon jelenünk meg, adott időpontban, amit ugye kommunikálunk a közösségi média felületeken. Sokan megjegyzik például, hogy ugye nyilvánvalóan, mivel ezek kézműves termékek és minőségi prémium alapanyagokból készülnek, hogy ezáltal az áruk is magasabb a nagyközönség számára megszokott kenyér bolti árakhoz képest. Viszont ugye a másik oldala a dolognak, hogy komoly problémája korunknak a rengeteg ételallergia, és ehhez kapcsolódó megbetegedések, mint a cukorbetegség, vagy a gluténérzékenység. Én azt gondolom, hogy egyértelműen arra vezethetőek vissza, hogy mi az, amit megeszünk, és milyen alapanyagokból készült ételeket fogyasztunk. A kettőnek biztosan köze van egymáshoz. Nem olcsóbb a termékeink, mint a bolti árak, viszont sokkal nagyobb árat fizetünk akkor, hogyha mondjuk napi szinten kell inzulin injekciókat vásárolni, vagy egyéb olyan gyógyszereket szedni, amik a helytelen táplálkozás és a nem megfelelő alapanyagok fogyasztásából fakad. Jelenleg ugye 2,5-3 hónap után elmondhatjuk magunkról, hogy 10-12 településen vagyunk már jelen rendszeresen. Egyébként heti egy, maximum kettő alkalommal megyünk ugyanarra a településre. Érd, Székesfehérvár, Gárdony, Tárnok, Sóskút, Vác, Biatorbágy, Budaörs, Dunaharaszti, Szászhalombatta a teljesség igénye nélkül, és folyamatosan keresnek meg bennünket a érdeklődők, és írnak nekünk üzeneteket, hogy hol szeretnék látni ezeket az autókat. Úgyhogy ez a lista, ez bővülni fog hamarosan. Ugye maga a kenyér a számomra mindennapi étel vagy élelemként elég fontos szerepet töltött be már kisgyerekként is, meg ugye felnőttként is az életemben. És a legkézenfekvőbb probléma ezzel kapcsolatban az volt, hogy lehetetlenség volt beszerezni a környéken. Még ugye ezzel szemben a fővárosba a nőnek a minden sarkon nyit egy ilyen kézműves pékség. Tehát ez az vagy, amit megeszel gondolat, ez rám abszolút igaz, és megpróbálok lehetőségemhez mérten minél inkább és egyre nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy mi az, amit elfogyasztok élelmiszerként, és az milyen alapanyagokból van. A váltás az nem mindig önkéntes, de ha megtörténik, akkor az mindig szükségszerű. És ebben az egyébként általam szükségszerűnek gondolt helyzetben, amit most láttunk, ezt a történetet, egy nagyon-nagyon pozitív vége lett. Igaz, hogy még nem túl sok idő telt el maga a váltás óta, de én azt érzem, hogy annyi lendület van ebben a sztoriban, annyi szív és annyi lelkesedés, hogy ez bőven vinni fogja előre, úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok neki, és remélem, hogy még több ilyen történetet be fogok tudni mutatni, úgyhogy továbbra is kérlek benneteket, hogy minden fórumon el tudtok érni, Instán, Facebookon, itt a YouTube-on, bárhol, e-mail címemen, írjatok nyugodtan, jelezzétek, hogyha tudtok, ismertek valakit, aki bemutatásra érdemes, és váltott, és nem feltétlenül kell, hogy gasztro témakörben legyen ez. Én imádok mindent, ami a bátor emberekkel kapcsolatos, az ilyen szintű bátorsággal, úgyhogy nagyon várom, hogy találkozzam velük. Sziasztok!